Éveken keresztül toldozgatták, korszerűsítették, csinosították a bátaszéki művelődési házat. Ám azt mindenki tudta, és egyet is értett benne, hogy nem más ez, mint szépségtapasz, és előbb-utóbb ennél hatékonyabb és hosszú távú megoldást kínáló változatot kell kidolgozni, olyat, amelyik méltó közművelődési teret hoz létre a városban. Az első ötlet egy új helyen létrejövő modern kultúrház megépítése volt. Végig gondoltuk azt is, hogy teljesen új helyszínen, egy teljesen új 21. századi épületnek a megvalósításában hogyan tudnánk ezt meg létrehozni. Egy kicsit túl lépve bátaszék határait, hiszen ez az elképzelés egy kicsit olyan léptékű volt, hogy ez térségi kulturális rendezvények helyszíne is lehetne. Itt a műszaki és pénzügyi paraméterek hát jelen helyzetben igen riasztó számokat hoztak ki. A bekerülési költsége mintegy 5 milliárd forint lett volna. Hozzátéve azt, hogy nem az épület került volna ennyiben, hanem olyan kiszolgáló infrastruktúrát kellett volna megvalósítani, megközelíthetőség, új közúti csomópont kialakítása, egy pataknak a lefedése, amely a költségeket igen jelentősen megnövelte volna. Ezért úgy gondoltuk, hogy mértéktartók kívánunk lenni annak érdekében, hogy legyen reális esély ennek a megvalósítására. Maradt tehát a B verzió, a jelenlegi Petőfi Sándor művelődési ház átépítése és a terek kibővítése, mely lényegesen kedvezőbb anyagi kondíciókat kínált. Elővettük a 2009-ben már elkészített tanulmányt, ami a Petőfi Sándor művelődési ház bővítésével, átépítésével foglalkozott, és ezen a helyszínen valósítaná meg, vagy valósulhatna meg ez az elképzelés. Ez a szomszédos ingatlant is érintené. Ez a új közművelődési tér magába foglalna a színháztermet, kiszolgáló helyiséget, magába foglalná az új könyvtár megfelelő helyiségeit és funkcióját, és egy olyan belső udvaros közösségi teret, amely azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 25-30 évre bátaszék közművelődési, közgyűjteményi és civil élet feltételeit tökéletesen meg tudná oldani. Itt már barátságosabb számokkal találkoztunk, de ez is 2,5 milliárd forintos beruházás lenne ez évi számadatok figyelembevételével. Így néz neki utcafront szerint elképzelésben maga az új közművelődési tér. Az alaprajzi kinézete az, egy 300 főt befogadó színházterem lenne, ami több funkció. Meghagynánk a művelődési háznak a főépület részét, mi úgy hívjuk, hogy a zöld teremig, onnan már a lebontásra kerülne, és így kerülne kiépítésre maga az ingatlan. Egy belső udvaros megoldással. És ha megépül, itt kap majd helyet a városi könyvtár is. Ugye ez a koncepció magába foglalja azt, hogy egyetlen egy helység azért kűresedik, hiszen a városi könyvtár épülete ilyen értelemben más feladatot kapna. Az elképzelésünk szerint ez egy állandó kiállító teremként tudna működni, hiszen mindenképpen szeretnénk a kultúra részeként meghagyni az épületet, már csak jellege, településen belüli helye és a belső kialakítása alapján. Így egy olyan igényt is ki tudnánk elégíteni, hogy folyamatosan tudnánk olyan kiállításokat szervezni, legyen az várostörténeti, képzőművészeti vagy akár egyháztörténeti kiállítás, amely bátaszék kulturális értékeit tudja emelni. Minden ötlet annyit ér, amennyit igazából megvalósítható belőle. Bár a jelenlegi terv az eredetihez képest lényegesen olcsóbb, majd a fele költségben kerül, erre a városnak nincs forrása. Nekünk nincs arra a megfelelő anyagi forrásunk, hogy ezt önerőben meg tudjuk valósítani, és információink szerint pályázati kiírások sem fognak ilyen jellegű létesítmények megvalósítására megjelenni. Ezért azt gondolta a képviselőtestület, hogy megkeresünk minden olyan potenciális személyt, aki úgy gondolja, hogy bátaszék megérdemelhetne egy ilyen közművelési teret, és az ő segítségükkel, bízva abba, hogy a kormányzat is meghallgatja a kérésünket, szeretnénk, hogyha ez ebben az önkormányzati ciklusban meg tudna valósulni.